meg volt a tús, és konkrétan, utána. Konkrétan már egy fejbe vágtam a lájt, és így még azután így ekkorát így rásumintott a hátamra, de sajnos ez ellen nem lehet tenni, csak fájt, de utána kifújtam magam is, már jó volt. Három hete voltam ugye kb. Moszkvában, akkor ugye ez már a kvalifikációs GP volt, és ugye előtte voltam egy hetet edzőtáborozni is ott Moszkvában, ami nagyon jó volt, mert nagyon sok külföldi volt, meg ugye nagyon sok orosz, úgyhogy tudtam gyakorolni nagyon sok jó nemzetközi vívóval is, és amúgy szerintem ez jót is tett így a versenyre, mert tényleg így abban a pár napban is azt éreztem, hogy itt tök sokat fejlődtem. Hát aztán igen, aztán a verseny napján is úgy keltem föl, de hogy így egész héten ilyen tök motiváltnak éreztem magam, meg úgy vele olyan jól éreztem magam. És amikor felkeltem a verseny napján, akkor is így nem tudom, hogy hogyan, de már így előre éreztem, hogy ez így tök, hogy így érzem, hogy jó lesz. És akkor felálltam a fásra, az első asszómat levívtam, azért ott még izgultam, de az első asszóm után azért így éreztem, hogy nagyon jó napom van, és akkor így végig nagyon jól ment a vívás. Elbírjunk felkészülésig tábor, Tatán, hát ott voltunk ugye hétfőtől péntekig, napi két edzés, de jó volt igazából, csak az edzéssel foglalkoztam. Így az utóbbi pár hétben, meg utóbbi egy-két hónapban eléggé jól ment a vívás, úgyhogy most így remélem, és én úgy érzem így az edzések alapján is, hogy most így ezt a formámat át tudom hozni az elvére is. Legutóbbi csapatverseny az egyáltalán nem úgy sikerült, ahogy ezt mi így gondoltuk, meg elvártuk volna magunktól. Úgyhogy ez borzasztó volt, de amúgy lehet, hogy pont ez fog kelleni, vagy ez úgy kellett, hogy itt kicsit összekapjuk magunkat, mint csapat. Az EB is nagyon fontos, mert ugye az is kvalifikációs EB, és azért ugye másfeles szorzót ad a ranglistára, és ugye az EBVB azért is fontos nagyon, mert ugye azt a világranglistába azt ugye nem tudja kicserélni semmilyen verseny sem, úgyhogy az fixen benn marad ez a pontszám. Úgyhogy ez a két verseny fontos.